Hát persze, hogy mi találtuk ki a Márki-Zay Pétert, és mi küldtük. És miközben az A ajtón beküldtük Márki-Zay Pétert, már volt egy B tervünk, és ott beküldtük Gyurcsány Ferencet. Sőt, a legnagyobb találmányunk a Jakab Péter. Mert ugye a Jobbikot is szét akartuk verni, úgyhogy kitaláltuk a Jakabot, és beküldtük a C ajtón. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat és a kedves vendégeket, Bajer Zsoltot mindenek előtt. Szerbusztok. Szervusz. És Kohán Mátyást. Üdvözlöm a kedves nézőket is. Ez itt a Mandiner Reakció kvázi évzáró, évértékelő adása egy kicsit más környezetben, de továbbra is a Scluton VP-ben vagyunk. Innen sugározzuk gondolatainkat a YouTube-on és egyéb felületeken keresztül. Így van. Csak életterünk akár Európai kissé beszűkült. Hát igen, egy kicsit összehúzzuk magunkat. Nehéz év következik, de az előző sem volt piskóta. A három dátum köré gondoltam, hogy csoportosíthatnánk a gondolatainkat, visszatekintve erre az évre. Nyilván elég mozgalmasra sikerült, tehát beszélhetnénk erről három órát is akár, vagy még akár egy évet is, de ez most egy 45 perc lesz. Nem időrendben haladnánk, de legyen az első dátum április 3-a. Ugye arról beszélt előtte az ellenzék, hogy Orbán Viktor megijedt és mindent mozgósított annak érdekében, mintha korábban nem tette volna meg ezt minden választásnál egyébként, hogy megnyerje a választást, mert hiszen egyesült az ellenzék, lett egy keresztény-konzervatív jobboldali tisztességes jelölt, Márki-Zay Péter személyében, aki győzelemre vezeti az ellenzéket, összeállt 6 párt, Gyurcsány Ferenc is beállt a sorba, Dobrev Klára is beállt a sorba, Jakab Péter is beállt a sorba. Mi ez, ha nem győzelemre predesztináló összeállítás? Miért kapott ki az ellenzék április 3-án ennyire szerintetek? Azóta sikerült-e megérteni? Igen, szerintem nem olyan bonyolult ez. Először is nézzük nagyon röviden. Ugye 2010 óta a mi ellenzékünk mindig elmondja, hogy aktuális választáskor, hogy Orbán Viktor most aztán rettenetesen megijedt, és erre minden oka meg is van, mert éppen ki fog kapni, és aztán mindannyian elmegyünk a börtönbe. Nagyjából erről szólnak a választási kampányok, és hát most már kipróbáltak mindent. Már voltak egyenként, voltak félig összefogva, meg félig egyenként, most teljesen összefogva, és mindig kétharmaddal győz a jobb oldal. Ennek pedig valószínűleg két oka van. Az egyik, az a pozitívok, hogy 2010 óta nagy valószínűséggel mégiscsak jól kormányoz ez a kormány. Nyilván vannak mindenféle hibák, meg tudnánk itt fogalmazni 6000 kritikát, de alapvetően jó irányba mennek a dolgok. A másik pedig, hogy van egy töketlen ellenzékünk. Nagyjából erre tudnám én visszavezetni. Ez a Bayer-féle predestinációt ad. Igen. Én máshonnan nézném, mert ugyan Magyarországon vannak speciális politikai körülmények, de azért azt gondolom, hogy amikor az ember választani megy, akkor alapvetően mindig keres a időjáráshoz egy kabátot, és mindig azért egy adott célmegoldás, egy adott helyzet megoldására keres pártot magának, és szerintem minden eszénél levő ember azt tudta, hogy 2022 legkésőbb közepén azért itt válság lesz. És teljesen mindegy, ki jut hatalomra, olyan helyzetben kell kormányoznia, amikor el fognak szállni az energiaárak, amikor igen jelentős gazdasági bonyodalmakat fog okozni az, hogy vita van Magyarország és az Európai Unió között, stb., amikor egyébként konstans biztonsági fenyegetettségben élünk a háború miatt. És gyakorlatilag válságkezelő kormányt választott az ország, és a piszkosul nagy szerencséje a Fidesz-KDNP-nek az volt, hogy az emberek... Meg az országnak? Meg az országnak is, de a Fidesz-KDNP-nek az volt a nagy szerencséje, hogy pontosan tudták az emberek, hogy hogyan kezel válságot Gyurcsány Ferenc. És annyi esze nem volt ennek az ellenzéknek, hogy legalább azt, aki egyszer már bizonyította a rosszul kezelt válságot, egy a mostani az amúgy nem teljesen hasonlatos, de részben hasonlatos válságot, amelynek voltak jelentős külső szereplői, meg volt egy jelentős probléma itthon is, egy jelentős kitettség itthon is. Róla pontosan tudták már az emberek, hogy nem tud válságot kezelni rendesen. És ez volt szerintem az adóász, ami miatt a háború kitörésekor, meg annak tudatosulásakor, hogy itt gond lesz, és válság lesz, és energiaválság lesz, és anyagi válság lesz, az emberek mégis inkább a Fidesz mellé mentek, mert úgy gondolták, hogy annál rosszabbul, mint ahogyan Gyurcsány kezelte a válságot, talán a Fidesz se fogja. Hát volt egy negatív oka, meg volt az a pozitív oka, hogy amúgy meg
ahogy elmondtad, volt egy tisztességes konjunktúra és egy jó kormányzás. És azt gondolom, hogy ez rótta egyébként egy nagyobb felelősséget is a Fideszre ezen a választáson, hogy viszont most meg kell mutatniuk, hogy ők pedig jól kezelnek válságot. És nagyon kíváncsi leszek a jövő évre ebben a szempontból. Ugye azt szokták mondani az ellenzékiek, hogy hát ugye még Orbán Viktornak 12 évet nem kellett válságot kezelni, mert hogy bezzeg a Gyurcsánynak kellett, meg a Bajnainak, a frontsebésznek. De Orbánnak nem kellett, mert ugye ilyenkor elfelejtődik meg a vörösiszap katasztrófa, elfelejtődik az árvizek, és azért volt itt migráció, és volt itt 2 évnyi Covid járvány, ami lefektette az egész világot. Talán ez is lehet egy tapasztalat, hogy azt hogyan kezelte az Orbán kormány. A Covid pedig főleg, mert a Covidban egyébként látszik az, ami most is látszik, hogy a kormány válságkezelése az nem úgy működik, hogy a kormány meghallgatja Kincses Gyulát, vagy az aktuálisan magát, ez egy fantasztikus orvosszakértőnek kiáltó orvost, és akkor levezeti az ő magasztos nyilatkoztatásából a politikáját, hanem végig minden egyes lépésben, akkor is, hogyha egy kicsit más mond a közgazdaságtan, ha egy kicsit más mond az ez, meg az, meg az amaz, akkor is az emberek véleménye alapján kezeli a válságot. Ez a Covidból nyert tapasztalat. És ez működik szerintem a mostani háborús válságkezelésben is. Ezer kérdésem van még ezzel kapcsolatban, de Zsolt, azért tőled mindenképpen megkérdezném, hogy ugye a DK szerint Márki-Zay Pétert a Fidesz küldte. Márki-Zay Péter szerint a Gyurcsányt a Fidesz küldi harcba. Te hogy tudod? Melyiküket, vagy mindkettőt? Igen, én mint... Na, hogy is van ez? Én mint Fidesz alapító tag, akiért lehet, hogy... Áruld el a részleteket. Lehet, hogy többet tudok az átlag embereknél. Hogy próbál, hogy ilyenkor komolyan kell valamit mondani. Nem, szó sincs róla. De... Figyelj, én próbálom bele képzelni magam időnként az ő helyzetükbe ott a túloldalon. És ez borzasztó lehet. Tényleg borzasztó lehet. Most a cinizmus nélkül mondom. Amúgy meg cinikusan mondom, hogy engem ez egyáltalán nem zavar, sőt. De ha csak úgy alapvetően nézem, szörnyű lehet ott lenni 12 éve a teljes reménytelenségbe. És már szerintem az okosabbja oda át mindig úgy fut neki. Bármit is mond hivatalosan, hogy azért a zsigereikben érzik, hogy ez megint nem fog összejönni. És szerintem például a Feriék is így vannak ezzel. És akkor elkezdődik ez. Már előre ki kell találni, hogy miért nem fog sikerülni. Hát, és akkor jó. Hát persze, hogy mi találtuk ki a Márki-Zay Pétert, és mi küldtük. És miközben az A ajtón beküldtük Márki-Zay Pétert, már volt egy B tervünk, és ott beküldtük Gyurcsány Ferencet. Sőt, a legnagyobb találmányunk a Jakab Péter. Mert ugye a Jobbikot is szét akartuk verni, úgyhogy kitaláltuk a Jakabot, és beküldtük a C ajtón. Persze, mindenkit mi küldünk. Hát igen, hogyha abból indulunk, hogy a Fidesz egy sikeres párt, politikai értelemben mindenképpen 12 év kormányzás után, akkor az ellenzék szétverése az is egy sikertörténet. Egyébként egyetlen komoly mondatot. Ha én most ellenzéki lennék, és engem tényleg érdekel, hogy lett Márki-Zayból a miniszterelnök jelölt, akkor én nem hülyeségeket beszélnék, hogy a Fidesz küldött ide mindenkit. Engem egy dolog foglalkoztatna. Ki vette rá Karácsonyt arra, hogy visszalépjen? Az összes többi ugyanis teljesen mellékes. Meg kivette rá a komplett ellenzéki médiát arra, hogy sugározza ezt a képet az esélytelen Karácsonyról, meg a jövő reménysége Márki-Zayról, akivel tudja vonzani a fiatalokat. Kivette rá a Telexet arra, hogy politikai nagyvadnak titulja el Karácsony Gergely. De az már később volt. Hát abban a néhány napban az egész balos média ezt a képet sugározta, hogy csak akkor lesz így ellenzéki győzelem, de akkor viszont mindenképpen lesz, hogyha Márki-Zay Péter javára visszajött Karácsony Gergely. Ellenben, hogyha erre keresjük a választ, akkor már itt is vagyunk a... Hogy illik ezt most mondani a mi média közegünkben? Itt vagyunk a dollárban. Na, például akkor még nem tudtuk, hogy miféle gurulások voltak. Ha most elkezdem visszafejteni, hát Bajnaiék és Karácsony fő tanácsadója áll a mögött a... Action for Democracy mögött, amelyik megkapja végül is a pénzeket. Egyszer csak hirtelen a teljesen egyértelműen győztesnek elkönyvet Karácsony pár nappal a nagy aktus előtt fogja magát, és azt mondja, hogy hát, ezt mégse szeretné csinálni. Megsajdult a hátam. De hogy fölkér mindenkit, hogy igen, a Márki-Zayt kell támogatni, hát azért tegyünk már úgy, mintha ezek véletlenek lennének. Igen, elgázolt a Márki-Zay villamos. Egyébként, ha itt tartunk, akkor az meg az amerikai kormányzati körök, vagy ki tudja milyen köröknek a inkompetenciáját
jelenti, hogy ez a 3 milliárd dollár ez nem került a legjobb helyre. Tehát, hogyha ebből valamilyen befektetést szándékoltak eszközölni, akkor ez gondolom alig, ha ez a végeredmény volt. De az az igazság, hogy néha közben is elnevettem magam, amikor ezekről beszélünk, miközben tragikus szerintem. Meg is mondta a miniszterelnök úr, hogy ez mondjuk a választás éjszakáján elhangzott, hogy a magyar baloldalból Soros Gyuri bácsi valaha volt legrosszabb befektetése. Hát kidobott pénz volt mind a 3 milliárd, nem mondott 3 milliárdot, de mind a sok milliárd. Akkor még nem tudtuk, hogy hány milliárd. Amennyi beléjük ment. Szerintem ez megint csak a Fidesz-KDNP óriási nagy szerencséje, hogy ugyan vannak potens külföldi ellenfelei, de szerintem egészen világos, hogy a komplett demokrata establishment arra utazott rá ezen a választáson, hogy ne a Fidesz nyerjen, és egészen biztos, hogy volt brüsszeli lobby is. Én nem gondolom azt a lobbyt annyira szélesnek, mint mindenki, tehát szerintem továbbra is vannak főleg gazdasági szempontok mentén nekünk biztos hatalmas barátaink, de volt egy jelentős brüsszeli erőfeszítés annak érdekében, élén egyébként a helyreállítási alap akkor még teljesen kamu indokokkal történő lefolytásán, amelyben egyébként tárgyalás sem igazán folyt abban az időszakban. Tehát volt erre egy szándék, és az a hatalmas nagy szerencséjük, hogy nem tudnak magyarul ezek a külföldi ellenségeink, és egyszerűen nem látják át se politikailag, se lelkileg, sehogy ezt az egész magyar ország nevezető politikai jelenséget, ami valóban egy egészen más és egészen érdekes politikai jelenség, Közép-Európán belül is szerintem kifejezetten unikális. De annak érdekében, hogy valaki Orbán Viktort itt külföldi titkosszolgálati beavatkozási módszerekkel leváltsa, azért mégiscsak meg kéne ismerni. Ilyeneket pedig nem várhatunk el tőlük. Egyébként lehet, hogy már is többet beszéltünk az ellenzékről, mint illene, tekintve a támogatottságokat is akár, de ez még egy érdekes jelenség, amit behoznék ennek kapcsán, hogy azért most már válságos időket élünk, tehát elég az embernek a boltba bemennie, most már benzinkútra is félve gurul be, nem azért, hogy nincs benzin, hanem hogy mennyibe kerül, vagy mind a kettő egyszerre. Tehát úgy mondhatni, kényelmetlen az élet, és vannak gondok, és amit előre látunk a következő hónapokban, az sem valószínű, hogy ezek megoldódnak egyhamar. Ilyenkor szoktak az ellenzéki pártok, hogy mondjam, könnyű prédához jutni politikai értelemben, és nekik még ez sem sikerül. Hát legalábbis ahogy a legutolsó közvéleménykutatásokat az ember nézi, már kötésig, szügyig gázolva a válságban, az összes, tehát az övéig is, mint annyit tudnak mérni, hogy egy 7%-kal csökkent a Fidesz támogatottság, ebből próbálnak címlapsztorit fabrikálni, és rögtön utána oda teszik, hogy de viszont az ellenzék egy még többet. De, igen, ezért mondom, hogy szörnyű nehéz lehet ott azért az élet, reggeltől estig. Másrészt pedig, hát a nyakunkon a válság. Ugyanakkor, megint ilyen, tudom, hogy után hangzik, de fölemelték a benzinárát, most nem tudom mennyi, 646 a benzin, 700 fölött a dízel. És tegnap előtt, 3 napja, én ilyen dugókban még az életemben nem ültem Budapesten. És karácsonyban a szeretet ünnepek közeledik. Folyamatosan azon gondolkodok. Mennek a benzinnal. De hogyha ekkora megy a szórasz, akkor kiül az autóba 640 forintos benzin. És kivel van tele a pláza? Tehát értem én, és nem akarom kisebbíteni sem a válságot, és nyilván, hogy innen Budapestről megint minden máshogy látszik, és nyilván vannak Észak-Magyarországon, vagy bárhol az ország, vagy az ormányságban helyek, ahol az élet a mi számunkra szinte elképzelhetetlenül nehéz, vagy nehezebb, de ezzel együtt az, hogy itt 10 óta azért folyamatos, és még a Covid ellenére is folyamatos életszínvonal növekedést tudott biztosítani ez a kormány. Ez valószínűleg, és ha van egy kicsi szerencsénk, és ez most nem hatalomtechnikai szerencse, hanem az ország életére vonatkozó szerencse kívánalom, ha van egy kis szerencsénk, akkor ez a 12 éves folyamatos életszínvonal emelkedés, ez talán át tudja hidalni azt a rohadt nehéz évet, ami valószínűleg előttünk van, és aminek a 70%-áért nem mi vagyunk a felelősek, vagy 80%-áért. Ezekről a felelősökről fogunk még beszélni, csak egy gondolat még mindezzel kapcsolatban, mielőtt rátérünk a következő dátumra, ami egyébként már ilyen-olyan módon szóba került. Mekkora veszélynek látjátok azt, hogy miután 12 éve szinte ellenfél nélkül, de most már mindenképpen potens politikai ellenfél nélkül dolgozik a kormányzat,
hogy ennek negatív hatásai a kormányzás minőségére kihatnak. Most nagyon szofisztikáltan kérdeztem, nincs ellenfél, elkezdjük egymást marni, vagy, nem, vagy nincs teljesítménykényszer a politikában, a kormánytól elkezdik egymást marni, vagy mondjuk a jegybank elnök elkezd keményeket mondani a kormányra, olyan döntéseket kritizálva, amiket egyébként adott esetben 10 évvel ezelőtt ő maga hozott meg miniszterként. Most kiderült, hogy azok nem voltak jó döntések. Nem látunk bele Matolcsy György fejébe, lehet, hogy mire az adás megjelenik, már többet tudunk, hogy miért beszélt annyit a gazdasági bizottság előtt kritikusan a kormányzat teljesítményével kapcsolatban. Ettől függetlenül is ez egy veszély lehet. Egyetértetek-e? Mármint azzal, hogy elkényelmesedik a Fidesz, elkényelmesedik a kormány. És ilyen értelemben akkor ez egy A per B per C kérdés, hogy a válság segítheti-e ilyen értelemben, hiszen kihívást jelent, ami mozgósít, és nem hagyja pihenni az embert. Hiába nézel rám érdeklődve, most ő fogja kezdeni. Jó. Mindkettőtök véleménye egyformán érdekel, a sajátomat pedig ezután fogom kialakítani. Én ugye nem tudok elbújni ebben a kérdésben, meg is írtam, tehát ugye én ettől kifejezetten félek ettől a hatástól, hogy a Fidesz elkényelmesíti az ellenfélnek a hiánya. Ami ezt oldja szerintem, az az, hogy viszont van egy potens politikai szereplőkkel teli kormány, amelyben azért minden miniszternek figyelnie kell a mellette ülő miniszterre, mert hogyha ő holnap rosszul dolgozik, akkor a mellette levő miniszter zsebeli be a politikai krediteket, hogyha viszont ő jobban dolgozik. Tehát van egy, szerintem teljesen egészséges az Orbáni politikának egy régóta jellemzője a belső politikai versenyeztetés, és most azért ebben a kormányban olyan mértékben vannak nagy ágyúgy, és olyan koncentrációban, hogy ez biztos, hogy a minisztereket egyen-egyenként jobb politikai teljesítményre sarkalja. Azt én sejtem, hogy ugye jelenleg mondjuk van egy nagyon vitatott gazdaságkezelési módszer érvényben, még utolsó három elemre még van élelmiszer ársapka. Azt tudom, hogy ha Nagy Márton úgy gondolja, hogy ez igazából egy jó dolog, akkor azért kőkeményen meg kell küzdenie belül. És minden olyan miniszter, akinek van egy saját válságkezelési eleme, Szijjártó Péternek az orosz gázszerződések, Navracsics Tibornak az EU-s megállapodás, azért igen keményet kell futnia bent a belső kormányzati szervezetben annak érdekében, hogy ezzel jól teljesítsen, és hogy ennek mentén a pozíciója erős maradjon. Tehát én szerintem ez a belső verseny valamelyes kompenzálja a helyzetet, de nem érzem ettől függetlenül sem azt, hogy minden tökéletes. Tehát azt gondolom, hogy igenis szükség volna arra, és hiányolom az ellenzéktől egyébként, hogy azokra a problémákra, amelyeket nyilvánvalóan mindannyian látunk, és amelyeket az ellenzéki választók egy jelentős része amúgy szívesen rákenne a Fideszre. Attól függetlenül is, hogy nem a Fidesz okozta őket. Tehát gyenge forint, Európa legmagasabb élelmiszer inflációja, rezsiemelkedés, üzemanyagáremelkedés, amelyek egyébként a forinttól megint mind nem teljesen függetlenek. Tehát én nagyon hiányolom azt, hogy ezekre a pontokra azon túl, hogy legyen erős forint, és lépjünk be az európai ügyességbe, ezáltal oldjuk meg azonnal az Európai Uniós megállapodást, ami ugye nyilvánvalóan egy blödség, nem ezen múlik. Ezen túl nincsenek erre pontról pontba szedett tervek, amit én nem tudok fölfogni politikailag, hogy miért nincsenek. Mert ha valamire most van népi igény, akkor az az, hogy valaki elmondja, hogy pontosan mitől lesz erősebb a forint, pontosan mitől megy lejjebb az élelmiszerinfláció, pontosan mitől megy lejjebb az üzemanyag. Hát, nem tudják. Hát na, ez a probléma. De hogyha viszont nem tudják, akkor viszont a francért kéne ugye rájuk szavazni. Hát meg is a saját farkában rapott a kígyó, nem is szavazunk rájuk. Átfogalmazzám neked a kérdést. Benned mi tartja még a tüzet? Halobog éppen. Egy 60 éves öreg bácsi vagyok. Aj, ez tétel mondom. Pont úgy is nézel ki. Ezzel együtt tényleg van bennem még mindig tűz, ha úgy tetszik, vagy ilyen elszánt harcosnak tűnök. Két dolog. Az egyik, és csatlakozva az előttem szólóhoz, nem elsősorban a szeretve tisztelt hazai ellenzék, mert ő mellettük aztán tényleg el lehetne lustulni. De nekem vannak ilyen rögeszméim, és 60 évesen az embernek már lehetnek rögeszméi. Az egyik ilyen rögeszméim, hogy Európa és a nyugati kultúrkör van olyan végveszélyben, ami ellen az én generációnak kötelessége mindent megtenni, hogy ezt elkerüljük, vagy elhárítsuk. Elsősorban azért, mert az én generációmnak ti vagytok a gyerekei. És mert az embernek vannak gyerekei, és akinek vannak gyerekei, az nem a pillanat rabja, mert annak fontos a jövő.
És mivel nekem fontos a jövő, és bizakodom benne, hogy unokáim is lesznek, így aztán némiképpen majd megsimogathatom az örökké valóság kócos fejét is, éppen ezért azt gondolom, hogy nekem nem elsősorban az a dolgom még, amíg tudok bármit is tenni, hogy most megóvjam a hazámat Gyurcsány Ferencéktől, ez is, de az, hogy 30 meg 50 év múlva is legyen Franciaország, meg Németország, meg Anglia, meg el lehessen Marokkó. Menni bár... Az más. Hülye, de igen, pontosan tudod te is, hogy miről beszélek. Hát ez a dolog egyik része. A másik része az egy picit nézzünk haza is, amit itten az imént Matyi is emlegetett, ezt lefordítva ilyen egyszerű nyelvre. Tudjátok, mit látok én? Én azt látom, hogy ez a mostani ellenzékünk, ez pont olyan, mint ez az egész örök megváltást ígérő marxista baloldal szerte a világon. És nekik egyetlen egy krédójuk van, és ennyit tudtak, akár hatalmon voltak, akár nem voltak hatalmon, mindig a következőt tudták ígérni. Ha mi jövünk, akkor most még szar lesz. De tartsatok ki, mert nem sokára, majd valamikor a jövőben viszont olyan rohadt jó lesz, hogy azt el se tudjátok képzelni. Sőt, erkölcsi kötelességetek de... kitartani. Emlékszem Gyurcsányra, így magyarázta. Pontosan. És most nem ugyanezt ígérik? Hát most, tehát most az a bajuk, hogy volt benzinár sapka. Több mint egy évig, 13 hónapon keresztül a magyar emberek most a jelenbe, nem 15 év múlva, most olcsóbban tankolhattak. Ezáltal több mint egy év alatt közel 400 ezer forintot spórolhattak meg, mert ez a kormány úgy döntött, hogy most legyen jó, ne majd akkor. És ugyanez vonatkozik szerintem minden másra is, és van itt mögöttünk 40 év kádárizmus, nem mögöttetek, mögöttünk, az én generációm mögött, de az én generációm a legnagyobb szavazó. 40 év mögötted sincs, Zsolt, ez azért most elnézésedet kérem. És egész egyszerűen mi abban nőttünk fel, minden nap el volt mondva, hogy elvtársak poszt egy kicsit meg kell húzni az adrák szíjot, de higgyétek el, nem sokára jó lesz. Azt egy nagy szart lett jó. Szeret az ember most jó lenni. Jó, másik dátum, február 24, visszaugrunk az időben. Legyen nálad még a szó. Te mondtál egy erős mondatot február 23-án, vagy 22-én? Egy éve hallgatom. Igen. Igen. Visszatekernéd az időkerekét? Vagy visszatudsz-e helyezkedni abba az állapotba, amit akkor éreztél, hogy ez egy totálisan lehetetlen szenárió, amit azóta gyakorlatilag hónapok óta valóságként élünk meg, minden egyéb következményével együtt. Tökéletesen vissza tudok helyezkedni, és már össze is szedtem. Pedig a CIA már szólt, ezek szerint neked nem. Hát, azóta mert, mondják, mert hogy ez a lényeg. Én visszahelyezkedve, és ugye akkor én azt mondtam, hogy egy hülye is tudja, hogy nem lesz, mert Oroszország sose fogja megtámadni Ukrajnát, ezt hallgatom egy éve, hogy igen ám, de most össze is szedtem egy most készülő nagyobb volumenű ilyen kis cikksorozathoz ezeket a dolgokat. A CIA, az Amerikai Egyesült Államok volt az egyetlen, amelyik azt mondta, hogy valószínűleg háború lesz. Ellenben a német titkosszolgálat, a brit titkosszolgálat, úgy általában az Európai Unió mindenféle felelős döntéshozó. Ukrajna. Maga Ukrajna, mindenki pont, majdhogy nem szóra ugyanazt mondta, amit én, és én azért mondtam, amit mondtam, mert én nekik hittem, mert ugye azt gondoltam, hogy az Egyesült Államok érdeke, hogy ezt a háborús feszültséget, vagy ezt a pszichózist fönntartsa, és akkor ők bemondanak ilyeneket. Bemondták azt is, hogy Saddam Hussein tele van vegyi fegyverekkel, aztán utána 10 év múlva bevallották, hogy pontosan tudták, hogy nincs tele vegyi. Annyi vegyi fegyvere van Saddam Husseinnek, mint Marika néninek a nyári konyhába, csak kellett valamit mondani, hogy legyen háború. Tehát én így voltam az AMCSI titkosszolgálattal, most meg kell mondjam, nekik lett igazuk, de én most nyilvánvaló, hogy az események ismeretében mást mondanék, de ha ugyanaz lenne a helyzet, és vissza tudnék menni, és ugyanannyi információm lenne, akkor meg ugyanazt mondanám. És te mit mondanál? Hát én azt mondanám, hogy én ugye akkor is azért
mondtam azt, hogy szerintem nem lesz háború, én is benéztem, ahogy egyébként nagyon sok én is lett, akkor benéztem, mert én azt gondoltam, hogy Oroszország nem lehet ennyire hülye. Igen. És hát ebben tévedtünk, elnézést. Ez szerintem, ezt megmutatta az elmúlt jó néhány háborús hónap, hogy de Oroszország lehet ennyire hülye, és de képes lehet belemenni egy számára veszélyesnek vélt, most nem akarok 60-szorra belemenni, hogy egyetértek-e a veszélyérzékelésével, vagy nem értek el egyet, egy számára veszélyesnek vélt geopolitikai helyzet feloldása érdekében van-e olyan hülye, hogy belemenjen valamibe, amit még ha akkor úgy nézett ki katonailag, meg is tudta lenni nyerni, stratégiailag mindenképpen elveszít. Mert olyan nincsen, hogy egy ország a világ egyik részétől elszigetelődik, a másik részével úgy működik együtt, hogy közben az összes többi másik része, beleértve Indiát, Kínát, mindenkit úgy működik vele azért közben együtt, hogy de még csak véletlenül se sértsen vele semmiféle nyugati szankciót, és emellett konkrét élőerőt veszít, és emellett kockáztatja a szankciók, tehát a technológiai szankciók miatt a saját olaj- és gáziparának a jövőjét, mert ugye magát a kitermelő eszközöket, hiába van maga ott a cucc Oroszországban a földben, magát a kitermelő eszközt nem tudja gyártani egyenlőre senki más, csak a nyugat. Hát ilyenbe belemegy azért, hogy egy számára veszélyesnek ítélt geopolitikai helyzetet feloldjon és megoldjon. Én azt gondoltam, hogy nem, meg azt is gondoltam, szintén borzasztóan naívan, hogy mivel az Egyesült Államok alapvetően Kínára óhajt koncentrálni, ezért lesz bennük egy hajlandóság arra, hogy ezt a kiegyezést, amit Oroszország igazából évek óta fű alatt ajánl, most tavaly év végén, idén év elején nagyon nyilvánosan ajánlott, ezt végül is megoldják. Tehát én mind Oroszország, mind az USA végtelen ostobaságát alábecsültem. És ez volt szerintem alapvetően a legfontosabb hiba. Tökéletesen egyetértek. Oroszország ésszel érthetetlen, rőffel mérhetetlen tartja a régi mondás, és ebben valószínűleg igen sok igazság van. Én sem hittem, hogy az oroszok ezt meglépik. Másrészt, ha már itt tartunk, azóta az is kiderült, hogy az oroszok nem csak ezt számolták el, de Ukrajnát magát is. Tehát amikor viszont kitört a háború, akkor meg arról voltam meggyőződve, ez volt február, hogy nagyjából március közepén a dolog le is van tudva, Ukrajna el van foglalva, mindenféle békeegyezmények alá vannak írva, és az oroszok diktálják majd a feltételeket, aztán majd megisszák a levét így úgy amúgy, mint ahogy Matyi erről beszélt, de hogy eltelik egy év, és még mindig ott tartanak, ahol tartanak, sőt, olyan szintű, látványos, katonai és a katonaiból következő súlyos morális vereségeket szenvednek el, mint amilyeneket elszenvedtek, és amihez hasonlókat az elmúlt évtizedekben csak az Egyesült Államok bírt elszenvedni, aminek a csúcspontja az afganisztáni kivonulásuk volt. Szóval, hogy katonailag is ennyire töketlenek, ezt aztán végképp nem gondoltam. És ott hadd tegyek hozzá még egy dolgot, mert ezt el szoktam időnként kommentekben mondani, nem írtam még meg soha, de azért gondoljunk abba bele, hogy minden ilyen kis herszoni kivonulás, meg harkovi kivonulás, meg akármilyen kivonulás, Izium feladása, Liman feladása, ezek rombolják Oroszország azon kvázi aranytartalékát, amit az Ukrajnában érő oroszajkúak meg az orosz pártiak jelentettek. Mert hogy voltak abban az országban, amely hát nem bánt jól a kisebbségeivel, nem is kevett, voltak millió szám olyan pedig emberek, szépen száma olyan menekültek emberek, is onnan, de akik mindenféle egyébként, tehát megint csak sok közgazdasági ténnyel és egyéb ténnyel szemben, mert Oroszországban látták az ő jövőjüket. Pontosan. Ezeket az embereket úgy dobálja Oroszország oda ágyútöltelétnek az ukránoknak, amikor kivonul innen, onnan, onnan, meg amikor nem tudja, hogy most egy területet elfoglalta vagy nem foglalta el, és a népszavazás azt jelenti, hogy ez az egész az övé, vagy a fele az övé, vagy nem az övé. Hát ezekkel az emberekkel dobálózik. Tehát azokkal az oroszokkal dobálózik, akiket elvileg oda megvédeni ment be. Az én számomra igazából ez a leginkább értetetlen. Hogy itt ő most gyakorlatilag részben konkrétan fizikai megsemmisítéssel fenyegeti, vagy annak teszi ki, részben pedig saját magától hidegíti el azt a valóban létező Kijev ellenes oroszpárti több milliós sokaságot, aki Ukrajnában él. Tehát ilyen fokú hitszegést a sajátjaiddal szemben elkövetni, ez én számomra egy mérhetetlen, érthetetlen dolog. Tehát egy ostoba agresszor Putyin és Oroszország elhangzott a Mandiner műsorában. Látom most a szalag címeket. Na de, jó válaszokat adott Európa, ezt még egyszer vegyük át röviden, ugyanis azt már látjuk, hogy körülbelül ennek milyen hatása van a háború eddigi menetére, mert az egy tény, és most is beszéltetek róla hosszan, hogy
hogy finomás szóval sem egy hadászati sikertörténet, amit Oroszország itt az orosz haderőben mutat, de azért azt sem nevezném sikertörténetnek, ahogy az európai gazdaság kezd alakulni mindezek tükrében. Na hát. És ennek a szeleteit bontsuk ki. Már sokat beszéltünk róla, de ha visszatekintünk erre a 12 hónapra, akkor azért vannak tanúságok bőven. Mik a legnagyobbak szerintetek? És hova fog ez kifutni? Mi van ma csütörtök? Talán tegnap vagy tegnap előtt hangzott el Ursula von der Leyen szájából az a mondat, amit szerintem ki kéne írni a kapu félfára és megjegyezni örökre. Így szólt a mondat, vége annak a világnak, amikor az európai gazdaságot az olcsó orosz energia működtette. Ez egy viszonylag könnyen megérthető, kijelentő mondat. És azon kivételes mondatok közé tartozik Ursula von der Leyentől, amelyek valószínűleg igazak is. De innentől kezdve az én számomra, és akkor megint itt vagyunk, Európánál, csak föl kell tenni azt a kérdést, hogy miért is kell ennek így lennie? És semmit nem visszavonva abból, amit itt Matyival elmondtunk az orosz ostobaságról, a nem várt ostobaságról. Azért van itt még egy vonulat, és ebben az én nagy összeesküvés hívő barátom Bogár Laci gondolataival kell egyetértsek. Itt az elmúlt 100-120 évben nagyon komoly erők mozdultak meg mindig is azért, hogy az a tökéletes win-win helyzet, ami úgy szólna, hogy a kifogyhatatlan mennyiségű, olcsó orosz energiahordozók és az elképesztő német ipari és technikai tudás, hogyha egymásra talál, az egy olyan win-win szituáció, amikor az oroszok is rohadt jól járnak, és a németeken keresztül, mert lássuk be, a mostani Európai Unió, ma már nem, de még egy pár évvel ezelőtt a soha ki nem mondott negyedik német birodalom fedő neve volt, tehát az egész Európa is csak jól járhatott volna vele. Most ehhez képest van az, ami van, hogy Európa úgy döntött, vagy egy kicsi baksisér, mert itt az egy előre hagyd tegyem föl azt a kérdést, sose kaptam még rá választ, hogy tessék nekem elmagyarázni, hogy az miért bűncselekmény, ha a katari kormányat egy kis Zsozsót azért, hogy őt fényezzék, az meg miért a demokrácia csúcsa, ha Soros György ad egy kis Zsozsót, hogy őt fényezzék, meg az ő politikáját, erre sose fogunk választ kapni, de hogy most... Mert Soros György nem rendez foci VB-t. Nem kormányzati szervezet. Értelek. Szóval, hogy az európai döntéshozók vagy pénzért, vagy pusztán elmebajból most úgy döntenek az orosz háború kapcsán, hogy fölszámolják végképp azt a jólétet, amit az orosz olcsó nyersanyagok és az olcsó orosz energiahordozók jelentettek, és megpróbálják elhitetni az európai társadalmakkal, hogy ezt ki lehet váltani bármi mással. Miközben a Német Gyáriparosok Szövetsége már elmondta a másik fontos mondatot, ezt az Ursula mellé kéne kiírni, hogy Európa nem tud meglenni orosz energiahordozók nélkül. Most ez a két mondat viszonylag ellentétben áll egymással, és én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz, sajnos, de nagyobb súllyal fog a latba esni a Német Gyáriparosok Szövetsége vezetőjének a kijelentése. És amikor elképzelem azt az LNG gázzal megtöltött amerikai tankert, ami átpöfög az óceánon, és beáll a hamburgi kikötőbe, és volt szerencsém egy energetikai mérnök szakértővel beszélgetni, aki elmondta, hogy egy színültig teletöltött LNG-vel megrakott tanker egy Németország méretű ország gázellátásának 20 percig elegendő mennyiségét fedezi, és akkor próbáltam kiszámolni, hogy egy naphoz mennyi tankernek kéne bepöfögni a hamburgi kikötőbe, és egy évhez mennyinek, és innentől látszik, hogy az egész egy... A benned élő Greta Thunberg hatalmasat sikoltott. És az egész egy gigantikus hazugság, és nyilvánvaló, hogy igen, egy más világ jön. És én nem vagyok meggyőződve, hogy ez a más világ, ez jobb lesz, sőt, sokkal rosszabb lesz.
Már csak azért is borzasztóan igazad van egyébként, és én itt most optimistán fogok viszont kifutni egyébként, ami furcsa lesz, de ettől függetlenül optimistán fogok kifutni, hogy ha megnézzük Oroszország problémáit itt a háború folyamán, akkor látszik, hogy miből van nekik hiányuk. Elsősorban ugye észből ez egy jelentős probléma. Katonai technológiából, modern katonai tervezési tudásból, logisztikai kapacitásból gyakran. Miből nincsen? Pénzből nincsen hiányuk a rohadt életbe. Tehát hogyha Irán kéri tőlük a világ összes dollárját drónokért cserébe, vagy Észak-Korea, tehát érted, a földi pokol Észak-Korea kér tőlük lőszerér, szar szovjet régi lőszerér, bocsánat, szintén a világ összes keményvalutáját. Ölni tud az a lőszer. Minden gond nélkül tetszőleges mennyiségben leszállítják neki marha vagonokban, érted, a dollárokat, hogyha erre van szükség. De most az a harci helyzet, hogy mi volt a szankciós rezsimmel a cél, hogy Oroszországot anyagilag véreztessük ki, és ne adjunk nekik pénzt. Hát már csak azért is ki lehetett volna ebből az egész gazdasági háborúból vágni körbevágó körömollóval ezt az energetikai részt, mert itt mi most alapvetően föltöltöttük Oroszország devizatartalékát, miközben nekünk nem lett energiánk. Hát ehhez képest az, hogyha folyt volna tovább a változatlan módon az orosz-európai energetikai együttműködés, akkor Oroszországnak ma kevesebb pénze lenne, Európában pedig nem lenne energiaválság. És ez a háborúra semmilyen módon nem hatott volna ki. Az optimista szenárium viszont ennek az egésznek a végén az, és itt most kőkeményen ki kell, hogy álljak a magyar kormány mellett, tehát ez nem kritikai megjegyzés, ugye folyamatosan kapja a magyar kormány a kritikát azért, hogy hát az orosz gáz nem is olcsó, ugye azt is TTF áron kapjuk, mégis miért kell kiállni emellett a hosszú távú gázszerződés mellettnek, hogy ez amúgy miért jó? Hát azért jó, mert lesz minimum egy ország Közép-Európában, és egyébként azt feltételezem, hogy itt be fognak mögénk sorolni csendben a szlovákok meg a csehek, és a szerbek meg sose akartak egyébként ebből kifarolni. Hát lesz egy olyan tömbje Európának, ahol az orosz-európai, kvázi az orosz-német energetikai együttműködés megmarad. És oké, hogy az most a TTF jelenlegi állása szerintem egy háborús TTF kvázi, mert az oroszok éppen szétbombázzák a mindenféle csapok csavargatásával, meg Európa is szétbombázza a szankcióival. Az a háborús TTF az ebben a jelen pillanatban kifejezetten sok terhet ró az országra. És emiatt most amúgy az orosz gáz nem olcsóbb, mint akárhonnan máshonnan gáz szerezni. Ugyanakkor. Tehát az, hogy megmarad ez a kooperáció, az, hogy megmarad fizikailag, mint infrastruktúra, és kapcsolati szinten megmarad a Gazprom és Magyarország kormánya között az együttműködés, az azt jelenti, hogy ehhez mi, amihez Európa soha többet nem fog tudni visszatérni, az olcsó orosz energia korához, ehhez mi vissza fogunk tudni térni. Tehát ennek a feltételei adottak. És azt hiszem, hogy ez a magyar kormány egyik legjobb stratégiai döntése. Mind annak ellenére is, hogy ez ma nekünk egyáltalán nem olcsó, se politikailag, se anyagilag. Hagyj tegyek hozzá valami nagyon fontosat, mert én csatlakoznék az optimizmushoz, és kiterjeszteném ezt az optimizmust az imént általam mélységesen elítélt Németországra. Ugyanis a Mandineren nálatok volt szerencsém tegnap elolvasni azt a szép hosszú cikket, ami arról szólt, hogy hát két apró, szinte elhanyagolható német koncern, a BASF vegyipari koncern és a Volkswagen cégcsoport jelentette be eddig, hogy köszönik szépen, ha minden így marad, akkor lehúzzák a rulót és kivonulnak Németországból. És én azért úgy elképzelem magam előtt Hansit, a derék burgert, akinek majd megpróbálja elmagyarázni a Scholz kancellár, hogy ettől még kurva jó lesz minden, csak mindössze a BASF meg a Volkswagen hagyja el az országot. Nem hiszem, hogy... Én azt gondolom, hogy ez az a pont, amit még a amúgy teljesen elhülyített német társadalom torkán se fognák tudni legyömöszölni. Hát ugye Martin Scholz most 200 milliárd eurót költ arra, hogy ezt prolongálja ezt az opciót. Olaf Scholz és 200 milliárd euró, vagy Martin Olaf Schulz. Ja, okay. Oh. Őt is nagyon szeretjük. Deutsche. De már régen hallottuk. Deutsche. Ezért volt, ez elszólás volt, elnézést, korrigálom magam, Olaf Scholzról akartam beszélni. Bár egyébként egy kutyák azért politikai értelemben minimum. Nem, sokkal rosszabb Martin Schulz, ezt hidd el nekem. De jó, de neki... Olaf Scholzzal legalább lehet beszélni. Esélyesebb volt 200 milliárd eurót elkölteni, szemben Olaf Scholzzal. Hát ő ennyit költ arra kölcsönből, hogy idén legalább a rezsi ne nyomja agyon a német társadalmat, meg az ipart. Kapott is érte a pofájára az Brüsszel, meg az uniós tagállamoktól. Csak mivel neki de nagyon... Aztán hamar elcsitultak ezek a viharok. Igen. Hát meg ugye főleg azoktól kapott, akiknek nincs annyi hitelképességük, hogy ezt megcsinálják, mert egyébként zárójeles megjegyzés, tehát hogy
Franciaország, meg Olaszország, meg Spanyolország is rohadt szívesen megcsinálná mindezt, meg egyébként szerintem mi is nagyon szívesen megcsinálnánk. De az a harci helyzet, hogy hát a mi kockázati felárunkkal a németekhez képest, ez ugye az államcsőd. Ők meg megtehetik. Hát ebben ugye a pofátlanság pontosan volt az, ami Brüsszelt. Kivételesen most tényleg a pofátlanság háborította. Csak hogy bekerekítsem, és akkor úgyis Dani tovább lendült minket, addig csinálhatják meg a németek is ezt, amíg a BASF meg a Volkswagen Németországban van és működik. Pont. December 12-ben bejelentették, hogy megkapjuk az uniós pénzeket. Természetesen azért mindenki tudja keretezni a sztorit, vannak még függőben lévő ellenőrzési pontok. Tehát Újhely István szerint, idézem, Orbán Viktor meghajolt. Tehát, hogy egyébként, ha amikor együttműködünk Brüsszellel, és megegyezünk valamiben, akkor az meghajlás. Meghajlás, amikor ezt nem tesszük, akkor az meg kekeckedés. A szabadságharc a legjobb szövetségesünk. Olyan nincs, hogy készfogás az ő szótárokban, mindegy. Ezek szerint a Fideszében van, tehát megint csak egy toposzt döntünk meg évről évre. A másik oldalon pedig a politikót idézném, amelyik ugye nem... Guy Verhofstadtot, nagy barátunk. Igen, Verhofstadtot, aki Orbán magából győzött. Kikem, így van, Orbán győzött. Tehát ugye ezt a kettőt rakjuk össze. Szerintetek ki győzött ezzel? A magyar társadalom? Hogy legyek egy kicsit populista? Hát én itt most rövid leszek, mert én ebben az ügyben vagyok talán a legszkeptikusabb. Nem akarok én itt nagyon fekete színeket így fölpacsmagolni a falra, de hát a lengyelek több mint egy évvel ezelőtt eljutottak addig a pontig, ahova most mi. Nagy készfogás, megegyezés, azt egy büdös buznyákot nem kaptak azóta se, mert hogy akkor még ezt kéne, meg azt kéne, meg amazt kéne, és az egyébként most épp a háború kapcsán Brüsszelhez sokkal közelebb álló lengyel kormány, amelyik lélektani okokból aztán végképp szinte az irracionalitásig gyűlöli az oroszokat, és azt mondta, hogy kezd elege lenni ebből az egészből, és hogyha nem kapja meg a brüsszeli pénzeket, semmi gond, majd máshonnan beszerzi. Én nagyon örülök neki egyfelől, hogy ez a megállapodás megszületett, másfelől lelki szemeimmel már látom az elkövetkezendő heteket, amikor majd még mégiscsak majd be kell engedni az LMBTQ propagandát az iskolába, mégiscsak át kell írni a családjogi törvényt, mégiscsak, és én azt gondolom, hogy meg kell húzni azt a határt, amikor azt tudjuk mondani, hogy nagyon köszönjük, elmentünk a falig, ennél tovább nem vagyunk hajlandóak. De hát bízunk a jó Istenbe, hogy pénzt is kapunk mellé. Meg Ursula von der Leyenben. Ez csak cinikus megjegyzés volt, most pedig hallgassuk meg az optimista Kovács Mátyás. Igen, én ugye szinte komikusan optimista voltam végig ebben az egész folyamon, és jelenleg egy kicsikét vindikálva érzem magam, tehát egyelőre úgy látom, hogy nekem volt eddig még igazam, és egyrészt két dologban látom a mi alapvető reményünket, vagy hát két és félben, mert ezt erre a lengyel dologra térjünk ki még gyorsan itt előjáróban. Én azt látom, hogy Lengyelországnak van két olyan nehezítő körülménye van, amely miatt jelenleg nem kap pénzeket. Az egyik az, hogy hamarosan választás lesz, és azt a kiváló nyomásgyakorló kampányt, amit velünk szemben elkövettek áprilisig, azt azért óhajtanák ott is elkövetni Brüsszelből. Az egyik, a másik viszont az, hogy Lengyelországnak van egy belső politikai problémája. Hát Lengyelországban egyáltalán nem olyan biztos, mint nálunk Magyarországon, hogy óhatják egyébként teljesíteni a vállalásaikat. Hát ott ugye pont annak a miniszternek a területét érintik a vállalások, hogy az igazságügyi minisztériumot, Zsobró miniszter úrnak a minisztériumát, aki amúgy inkább hajlik a Polexit felé, mint arra, hogy bármit feladjon abból, amit Lengyelország az igazságszolgáltatási reform tekintetében elért. Tehát ugyan formailag igaz, hogy azt a fő vállalást, hogy a fegyelmi kamara megszűnik, teljesítette Lengyelország, de ezt inkább elsikálta, mint teljesítette. Én a Lengyelországot jobban ismerő kollégákkal, szakértőkkel alapvetően erre szoktam a végén jutni, hogy értem, hogy mondhatja, keretezheti úgy a lengyel kormány, hogy ő teljesítette a vállalásait, de azért, ha egy kicsit hunyorítva jobban oda nézek, akkor talán mégsem. Plusz ott van ez a választási faktor. Szóval emiatt engem a lengyel példa egy kicsikét kevésbé zavar, mint téged, meg a magyar jobb oldalnak a döntő többségét. A másik, hogy van még két nagy fegyverünk, az egyik a vétó, amely egyébként most ebben a kérdésben is, ahol mindennél jobban a mocskos undorító feje fölvetődött a politikai lókereskedelemnek, mert egyértelmű egyébként, hogy hiába mond akárki akármit korrupcióról, meg bírósági reformról, meg mi a francról, azért ezt a négy dolgot, hogy globális minimumadó, ukrán segély, magyar helytelsi alap és magyar
7 éves költségvetés pénzeinek kondicionalitása, hát ezt azért mégiscsak így egy csomagként kezelte az Európai Tanács. Hát viszont ebben a lókereskedelemben hát nekünk ott van a kártyánk, a vétó. Tehát olyan szerintem nem lesz, és Lengyelország is bízhat ebben, hogy olyan nem lesz, hogy valamihez egy éven, két éven, négy éven, hét éven keresztül ne kelljen a magyarok és per vagy a lengyelek hozzájárulása. Hát az, hogy a végtelenség nem lehet velünk packázni, az azt a vétó garantálja. Ez szerintem egy fontos dolog, és az, hogy Lengyelország most belengedte, hogy ő talán lehet, hogy mégiscsak megvétózná ezt a globális minimumadót, és új aggályai támadtak, azért ez szerintem némiképpen összefügg a lengyelek pénzek helyzetével. Ez nekem egy erőforrásként tűnik föl a magyar oldalon, meg egy pozitív jelként arra vonatkozóak, hogy megjönnek a pénzek. A harmadik pedig az, hogy a legnagyobb barátunk ebben a kérdésben Brüsszelnek a végtelen túlbonyolítottsága. Mert pont azért, mivel most egyébként én olvastam, csináltattál velem egy sajtószemlét kedden, mikor hát tényleg te csináltattad, hát mikor ügyeltem bent a cégnél, és olvasgattam, hogy mit gondolnak a brüsszeli tudósítók, meg az EP jelentős része erről a dealről, és rengetegen ünnepelték Magyarország kohéziós pénzei 55%-ának befagyasztását. Ugye nem ez történt, hanem a kohéziós pénzeken belül 3 operatív program 55%-a fagyasztódott be ideglenesen, ez 18%, ha jól számolom, a komplett EU-s pénzcsomagon belül. De tehát, hogy a helyzet az, hogy Európa magyar ellenes, magyar gyűlölő része, az nem csak Magyarországot nem érti, de az európai struktúrák és intézmények és pénzügyi megoldások fölfogásához is elképesztően ostoba. És éppen ez a kommunikáció és lehetőség a számunkra, hogy az Európai Bizottság minden gond nélkül fog tudni olyan dílt kötni, már látszik, mert megcsináltuk ezt a dílt december 12-én, amelyben a Magyarországgal ellenséges oldal úgy érzi, hogy Magyarország meg van büntetve, de közben a pénzek meg megjönnek. És nekem ez így kiválóan megfelel. Hogyha a kondicionalitási akárminek átszázva adják oda a pénzt, én őszintén nem érdekel, tehát kifejezetten támogatom, hogy érezze jól magát, és legyen komfortos viszony a parlament és Ursula von der Leyen között. Ha a suska közben jön, akkor velem rendben vagyunk. Az Európai Parlament most egyébként egyéb okkal van elfoglalva, ugye a Nimbuszán, a korrupció ellenes Nimbuszán egy ilyen csipetnyik is fogy, hogy is mondta Molnár Csaba, 700-ból egy. Igen, meg Gulyás Gergelyt idézném inkább, hogy ez az Isten humor érzéke. Egyébként pont zseniális évzárás. Két nappal előtte, hogy az EP-nek nagyokat kellett volna mondani a magyar korrupcióról, azért kiderült, hogy a rohadt életben a semmiért elfogadtak 600 000 eurót. Amiről... Mert hogy egyébként hát mi a francot tud csinálni az Európai Parlament kapcsán? Amiről, és ez a legcsodálatosabb, szintén tegnap az vizsgálati fogságba helyezett görög hölgyet, EP szocialista alelnökét tegnap hallgatta ki először a rendőrség, ahol azt mondta, a lakásában talált 600 000 euró készpénzről, fogalm sincs, hogy az hogy került oda. Imádom. Hú, erről kell még sokat beszélnünk. Azért a nézők kedvére, a hallgatók kedvére, amikor felvettük akkor, azt a műsorod, akkor tegnap, nekik már lehet, hogy ez egy korábbi időpont lesz. Csak egyetlen kérdés, mert megfogadtam magamnak, hogy ezt megkérdezem tőled, hogy teszel-e fogadalmat jövőre, hogy mondjuk, mert tettél már korábban ilyet, hogy visszafogottabb stílusban fejezed ki magad a közéletünket feszítő fontos kérdésekben. És jelentősen csökkentettem is a csúnya szavak arányát, úgyhogy most megint megfogadom, és akkor még egy kicsit csökkentem, és előbb-utóbb eljutunk oda, hogy úgy fogok beszélni, mint Assisi Szent Ferenc az erdők vadjaihoz. Oh. Napfivér hódnővér. Így van. Jó, hát folytatnánk még sokáig, de itt most abba kell hagynunk. Nagyon köszi, hogy eljöttetek. Mi köszönjük. Nagyon köszönjük a figyelmet, és hogy Orbán Viktort idézem, boldog karácsonyt mindenkinek. Köszönjük. És áldott adventet. Köszönjük. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.